Az Rényi utcán járunk a belváros szívében. Ezen a szép régi úton, mely rendezett házakkal és jól járható úttal köszönti az embert, s a Hősök terétől egészen az északi sorig tart. Nevét Rényi Miklósról, a szigetvári hősről kapta, aki életét a török terjeszkedés elleni küzdelemnek, hazája és a kereszténység védelmének szentelte. Hősként pedig példaképpé és örök életűvé vált az utókor számára. Az utcában a régmúltban csak földút vezetett, és az itt élő emberek állattenyésztéssel, földműveléssel foglalkoztak. Kis Mártonné közel 57 éve lakója, a második utcaként is emlegetett Zrényi utcának. 1955 óta. Nagy sár volt, mikor ide jöttünk, tetszik, tűnt az én férjem. Parasztember volt, szekérrel jöttünk, mikor esküdtünk, aztán azt hittem beledülnek a lovak itt az utcán, olyan sárvíz volt. Mikor én ide kerültem, itt egy gyereket nem lehetett látni az utcán, mert borzasztó sáros volt, járda se volt, azt lehet mondani, mit amott voltak lerakva a kockakövek, de nagyon el volt hanyagolva, úgyhogy hát azóta minden megújult. S valóban, az eltelt évtizedek alatt az utca egyre jobban benépesült, sorra épültek a házak, és elkészült a köves út is. Sokkal kevesebb volt, és sáros volt. A köves út nem volt, és azután készült, aztán 10 év múlva körülbelül, hogy én ide jöttem. Hozzá fogtak csinálni, tudom, és akkor egyik gép a másik után itt jöttek, hordták a sodert, meg mindent, ami kellett a köves úthoz, és hát csináltak egy jó köves utat. Rózsika néni jól emlékszik még a régi időkre. Azt mondja, amióta ő itt lakik, mindig Zrényi volt az utca neve, és visszaemlékszik még a régi boltokra, a régi utcaképre is. Nem volt más neve, ez Zrényi utca volt mindig, és nem ért ki, így volt, mint most, csak azután készültek ott a szobor, az a gólyás szobor, meg az üzletek, kis boltok voltak, azok mind eltűntek, a gazdái meghaltak már, és hát ilyen nagy üzletek kialakultak. Ide jöttem férhez először is, és hát különben meg a központban van, és mindig nagyon szerettünk itt lakni. Itt van, tetszik tűnni, közel egy hajintása minden hozzánk, a üzletek, a főtér, piac közvetlen itt van, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve. Nekem nagyon jó, hát hogy kinek, hogy tetszik tűnni, minden itt van. Most itt van a 83. taposom, és hát menni nem tudok itt a hiba, de van ilyen kis elektromos kocsim, és azzal még most is el tudok menni a borba, vagy a piacra ki tudok menni. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon megfelel, nagyon jó. Az utcában található a Fészek tagóvoda. Sokáig Zrínyi úti óvodaként működött, és a mai napig sokan így emlegetik. Az épület 1953-ban készült el, és mindig is óvodaként funkcionált. Régebben úgy szerepeltünk, mint Zrínyi utcai tagóvoda, és ezt a nevet az 50 éves évfordulónk alkalmából vettünk fel, és ragaszkodtunk ehhez a névhez, hogy Zrínyi utca, hiszen minden megyéből, az országból így ismerik ezt az óvodát, hogy az Zrínyi utcai óvoda, és úgy gondoltuk, hogy Zrínyi utcai Fészek óvoda legyen a nevünk, ami kifejezi a szeretetteljességet, a családiasságot, a meleg kis otthont. Ez az épület 1953-ba épült, tudtommal. A régi óvóképző intézet, ami most a Karacs Ferenc gimnázium kollégiuma, minta óvodájaként épült, tehát ez egy gyakorló óvoda minőségben volt, és mindezig addig is ezt a szerepet töltötte be. Az óvodában két csoport működik, és nagyon családias légkörben töltik minden napjaikat itt az apróságok a Zrínyi utcán. Ez az óvoda egy kétcsoportos óvoda, az Egyesített Óvodai Intézmény tagóvodájaként működik. Két csoporttal működünk, és osztatlanak a csoportok, tehát kiscsoportostól nagycsoportosig, 3-7 évesig járnak ide a gyerekek. Nagyon szeretjük az óvodánkat, mert nagyon családias, szeretetteljes a környezet, hiszen két csoportban vagyunk. Hát, hogy miért jó az Zrínyi utca,
Nagyon szeretjük ezt az utcát, mert sokszor teszünk meg kisebb sétákat a gyerekekkel, a város központjában van és mindenhez közel van. 43 éve már annak, hogy Fülöp Lajosné ebben az utcában él. Mint mondja, megszerette, megszokta a környezetet, Bárándról költözött át, és nem volt számára ismeretlen az utca. A mostani piac téren éltek egykor a nagyszülei. 1969-ben költöztünk, akkor építkeztünk, és akkor költöztünk ide. Megszoktam. Mondjuk nekem nagyon nehéz volt eljönni Bárándról, mert ott nőttem fel. Ott születtek a gyerekek, és egy kicsit idegen volt, de beilleszkedtünk. Én nekem meg ugye régi emlék is fűz az Rinnyi utcához, mert a nagyszüleim itt laktak, a édesanyám onnan került el, a mostani piasztér a Humban, az volt a nagyszülői ház. Az a ház, amiben most a terménybolt van, az a nagybátyám építette. Úgyhogy nekem már nem volt idegen ez az utca különben se. Egy nagy udvar volt, tudom, még már... Az a édesapám Bárándról, mikor jöttünk át, lekaszált az udvart minden nagymamának. Kató néniék kezdetben a másik utcáról hordták a vizet, majd az 1970-es évektől elkezdődött a közművesítés. Később az 1980-as évek elején még társasház is épült az utcában. Kató néni azt mondja, nagyok a porták, az ő udvaruk is, így sokszor volt hangos a náluk játszó gyerekek zsivajától. Hát még akkor nem ilyen volt. Még akkor utcáról, a harmadik utcáról hordtuk a vizet. Utána lett a törpemű, akkor a Rákóczi utca sarokról hordtuk a vizet. Na hát utána aztán így fejlődött, mert jött a víz, a gáz, meg pár év a Köves út. Öt család van, és csak előnyösebb volt itt az iskola minden. Itt a mi udvarunkon elég nagy volt az élet, mert ugye öt gyerek lévén, mindegyiknek volt osztálytársa, hát sokszor óvoda volt az udvaron. Meg az én uram nagyon szerette a gyerekiket, úgyhogy rendezett olyan, hogy szalonnasütés, meg mit tudom én mi a gyerekiknek. Meg ugyan játszottak. Jobban, mint most. Most ugye veszélyesebb, már nagy a forgalom. Az utcában több olyan ember is él, aki már a gyermekkorát is itt töltötte. Vas Józsefné itt született és ide építkezett. Egy időben ugyan elkerült a városból, de később visszaköltözött ebbe az utcába. 1928. augusztus 3. Ide építkeztünk, édesanyám 30 éve halt meg, a lányom örökölte, mert 16 évig gondviseléje volt a lányom az édesanyámnak, és azóta itt lakunk. Én nem laknék, annyira megszoktam. Lehet, hogyha másütt születtem volna, ha másütt nőttem volna, bár mi 39-ben elkerültünk itt innen, és majd csak 56. januárjában jöttünk vissza. Kárpátaljára kerültünk, és oda ugye az oroszok hamarabb bementek, mint ide. És 56. januárjában jöttünk haza a lányommal. De azelőtt is, azóta is itt lakunk. Mindenhez közel vagyunk. Az Rínyi napközben többnyire csendes kis utca. Az autók zaja ritkán töri meg a csendet, csak piacnapokon élénkül meg a forgalom. A szomszédok békességben élnek egymással és összetartanak. Összetartóak. Akik idegenek kerültek ide, már újak, azokat mondjuk nem is nagyon ismerjük, de azok nem annyira. De mi az őslakosok, mi annyira összetartunk, itt a szembe levő asszony, a másik, Rózsika néni, öcsémék, mi annyira összetartunk, hogy tényleg. Nekem nincs senkivel semmi bajom. Hát ugye viszonyítás kérdése, hogy ki hogy viszonyul az emberekkel. Nekem senkivel nincs semmi bajom. És itt olyan sűrűn nem járunk össze, Klárikáékat különösen nagyon szeretem, de jobban vagyunk mindenkivel. Úgy össze nem nagyon járunk, de mindenkivel nagyon jó a kapcsolat. Úgyhogy mindenkivel. Itt a sarki házban laktak még egy nagyon kedves szomszédok. Az öreg néni elhalt, vagy hát az öregek elhaltak, a lányáik meg elköltöztek, de azokkal mai napig is szoros a kapcsolat. Nagyon rendes emberek laknak. Nem is hallottam még egyről se, hogy valami rossz akaratú volna. Mindenütt csak azt hallom, hogy ilyen rendesek, olyan rendesek.
Az utcában lakik Püspök Ladány talán legidősebb embere is, Tótné Rózsika néni, akiről a szomszédok csak jókat mondanak. Itt jártunkkor nem találkoztunk vele, de reméljük, hogy jó egészségnek örvend, és még sokáig lesz nevezetes ez a szép utca arról, hogy lakik itt egy apró idős asszony, aki túl a 100-on is, friss mind szellemileg, mind fizikailag. De ebben az utcában lakik Kertész Ilona rajztanárnő, nyugalmazott rajztanárnő, művésznő, valamint Györfi Lajos szobrászművész is családjával, akit szintén nagyra tartanak az utcabeliek, Rózsika nénihez hasonlóan. Szobrászunk, itt lakik harmadik házra tőlünk. A szomszéd néni 103 éves, egy tündér, nagyon szeretjük. A Zrínyi utcát járva megfigyelhetjük a régi parasztházakat, a kockaházakat és az új, modern otthonokat egyaránt. Az itt lévők pedig lakóházaikat és udvaraikat szépen rendbe tartják. Ez az otthonuk, itt élnek, és talán nem is cserélnék el egy másik utcáért.